Törvényjavaslatot nyújt be a mi hazánk annak érdekében, hogy a politikusok és családtagjaik ne részesülhessenek VIP ellátásban az állami intézményekben és kórházakban. Hétvégére pedig gazda tüntetést szervez a párt, hogy felhívja a figyelmet az asszálykárok következményeire. Vendégünk Torockai László. Ami hazánk elnök, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Jó eset, Kezdjük az előző, vagy az első témával. Ugye tegnap jelentette be, hogy a mi hazánk egy törvényjavaslatot nyújt be azért, hogy a politikusok és a családtagjaik ne részesülhessenek VIP ellátásban. Miért tartja ezt ennyire fontosnak? Ez egyébként törvényt kellene módosítani? Igen, és ráadásul a jogszabályok nem világosak, nem fogalmaznak egyértelműen. A jogszabály úgy írja elő, hogy közjogi méltóságok, illetve a védett személyek számára jár az állami egészségügyi intézményekben, úgynevezett VIP vagy VIP ellátás, és hát ebbe a közjogi méltóság kategóriába nagyon sok mindenkit belevettek az elmúlt évtizedekben, az elmúlt Tehát ez tíz évben lehet lehet egy szimpla képviselő, politikus, bárki tulajdonképpen. Hát sőt, ugye az is kiderült a Fidesz, illetve Magyar Péter vitája során, hogy itt a hozzátartozókra is vonatkozott ez a VIP szolgáltatás. Mi ezt vérlázítónak tartjuk, amikor ennyire leépítették az egészségügyet, ahogy ez leépült az elmúlt évtizedekben, akkor politikusok és az ő hozzátartozóik ne kapjanak államilag finanszírozott kórházakban, egészségügyi intézményekben úgynevezett VIP ellátást, ne kapjanak más ellátást, mint bármelyik adófizető vagy járulékfizető polgártársunk, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. Megnéztük egyébként, hogy Európában, más országokban ezt hogyan szabályozzák. A legtöbb országban nincs ilyen. Tehát politikusok, képviselők számára nincs ilyen VIP ellátás. Nyilván, hogyha magánegészségügyet akarja... Hát vagy van, csak nem em... írják bele esetleg a törvénybe. És meg. az oktatásban egyébként ott mire gondolnak, ott is jár VIP ellátás politikusok gyerekeinek. Hát, ha megfizethető magánegészségügyet, akkor fizetni kell. Ugye ezt jogszabályban nagyon nehéz azért szabályozni. Ott inkább azt gondoljuk, hogy példát. Kell Elmutatniuk a, a képviselőknek, a politikusoknak, és ne küldjék, és ez viszont nem csak Magyarországa jellemző, ez az Európai Unió más országa is jellemző, hogy azok a politikusok, akik mondjuk felelősek azért, mert a, a közbiztonsági helyzet romlik egy adott országban és mondjuk veszélyben vannak a gyermekeik az iskolában, ők aztán ilyen magániskolákból védett helyekre küldik a gyermekeiket, szerintem ez nagyon visszás. Ugye mi a mentelmi jog eltörlését is nagyon régóta követeljük, továbbra is kitartunk emellett, hogy nincs szüksége a képviselőknek mentelmi jogra, mi azonnal mindig le is mondunk a mentelmi jogról, és látjuk, hogy politikusok a mentelmi jog mögé bújnak. Jelenleg is Magyarországon, tudnék mondani, az ellenzék és a kormány oldalról is olyan képviselőket, akik azért igyekeznek a mögé elbújni mi ezt is eltörölnénk, minden ilyen teljesen fölösleges kiváltságot, ami a politikust a, a, a többi ember fölé helyezi, azt szeretnénk eltörölni. Itt nyilván a, a, visszatérve a kórházi ellátásra, ott nyilván a védett személyek esetében lehetne talán ezt fenntartani. Ott lehet indokolt, hogyha golyóálló üveg mögé kell elhelyezni egy olyan védett személy, de hát ez körülbelül a miniszterelnök szintje. De az, hogy Magyarországon szinte mindenkit, sőt hozzátartozókat lehet egy államilag finanszírozott egészségügyi intézményben, úgynevezett VIP ellátásban részesíteni, az, az vérlázító és megengedhetetlen, ezért nyújtunk be egy ilyen jogszabály. Terhözetet. Miért pont most jönnek elő ezzel a témával, Magyar Péter miatt? Egy picit olyan, mintha az ellenzék futna, sőt, most már ez az előbb itt az urak azt mondták, hogy picit a kormánypártok is futnak Magyar Péter után, van egy másik javaslatuk is egyébként a mávval kapcsolatban. Egy az önök munkaügyi kabinetjének az elnöke Lantos János elment sajtótájékoztatót tartani, hát egy igen csak lepukkant állomásra. Nagyon sok javaslatunk van, ugye az előbb itt a beharangozóban lehetett hallani, hogy ugye, egy gazdatüntetést tartunk ezen a hétvégén Szegeden, és hát ez például egy olyan téma, amiről nem beszél Magyar Péter, nem beszél a kormány, pedig talán mondhatom azt, hogy mindennél fontosabb. Sivataggá változik a, a táj, tönkre megy Magyarországon a mezőgazdaság, óriási baj lesz, az élelmiszerinfláció tovább fog fokozódni, mindenki meg fogja a saját bőrén érezni, és a mi hazánkon kívül senki más nem beszél erről a problémáról. Beszélünk ugye erről ezzel is, de a Tehát, hogy a MÁV egészségügy, tehát egy picit feltűnő volt így egymással. Így van, így van, tehát ez pontosan azért reagáltunk, erre, azt gondolom ez is feladatunk, tehát nem csak az a feladatunk, hogy új tervekkel, koncepciókkal, ügyekkel álljunk elő, rengeteg ilyen van, mint például ugye a vidék problémája, de hát mondhatnék nagyon-nagyon sok ilyen, témát reagáltunk természetesen arra a vitára, ami napokon keresztül zajlott a médiában, ugye Magyar Péter és a Fidesz egymást vádolta azzal, hogy kivett többször igénybe ilyen VIP szolgáltatást, és mi döbbenten néztük, mi nem vettünk ebben részt az én gyermekeim, mind a három lányom állami iskolában tanult, tehát mi nem veszünk részt, soha nem vettünk részt ilyen VIP, vagy nem kértünk ilyen VIP különleges bánásmódot államiak finanszírozott intézményben, és én azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Ugye szombaton lesz ez a tüntetés, a gazdákat hívja tulajdonképpen erre a tüntetésre a mi hazánk, és azt mondják, hogy azt követelik a kormánytól, hogy tegye jóvá a több mint 200 éves mulasztását, rendezze a vízgazdálkodás kérdését. A mi hazánk hogyan tenni ezt rendben? Hát először is kezdjük azzal, hogy miközben óriási baj van, tehát tényleg tönkre megy a vidék, nem lesz magyar élelmiszer, mindenki Budapesten és mindenki meg fogja érezni a saját pénztárcáján, ha úgy tetszik a saját bőrén ezt a, ezt a katasztrófát. Nem beszél való, hogy a, a különböző mikroklíma, adta lehetőségekkel sem tud ugye így élni Magyarország. Láttuk azért most ugye, és eddig csak a klímaberendezésekről volt szó, de láttuk azt, hogy heteken át 35 fok fölött volt a, a hőmérséklet, hogyha mondjuk lenne víz Magyarországon, akár víztározóban, Van vagy természetes... Víz, csak elfolyik. Vagy természetes... Igen, erről szeretnénk beszélni. Természetes lelőhelyén, akkor a mikroklíma is jobb lenne, több eső lehet, mert nem lenne ekkora forróság. Tehát ez nagyon sok minden összefügg. És erről kellene beszélni, nagyon sok gumicsontot rágnak a politikusok a politikában Magyarországon, vagy, vagy megmutatnak olyan nyilvánvaló tényeket, ugye az előbb ezt lehetett, vagy erről szólt itt a diskurzus, hogy olyan tényeket mutatnak meg, amiről mindenki tud. Mi arról szeretnénk beszélni, hogy milyen megoldások vannak. És ugye, ahogy ön is említette, 17 köbb kilométernyi víz ment át mondjuk ebben az évben, folyt le a Dunán és a Tiszán, csak hogy viszonyításképpen ez 8,5 Balaton, vízmennyisége. És hogy mennyire fontos és mennyire durva ez a hatalmas szám, amit átengedünk kontroll nélkül, és nem fogjuk meg ezt a hatalmas vízmennyiséget. Ez pontosan annyi, ez a mennyiség, amit az előbb mondtam, amennyi idén hiányzik, tehát ami, a, ami ezt az asszályt, ezt a, ezt a mezőgazdasági katasztrófát jelenleg okozza. Tehát, hogyha lenne egy észszerű vízgazdálkodás, akkor minden gyönyörűen mehetne tovább. Természetesen ez át kellene alakítani a gazdaságpolitikát, ugye ezért évek óta mindig támadjuk a kormányt, hogy ez az akkumulátorgyár, Koncepció, ez idén már látjuk az adatokból, hogy ez egy iszonyatosan nagy hiba volt, ez egy nagyon elhibázott gazdaságpolitika része ehelyett lehetne a, a, hagyományos adottságokra, akár az élelmiszeriparra és más nagyon-nagyon fontos ágazatokra építeni, turizmus és a többi, de ugye nem ezt csinálja a, a kormány, de ennek mindennek az előfeltétele, hogy Magyarországnak legyen és a magyaroknak legyen jövője, az az, hogy a vízgazdálkodás kérdését rendbe tesszük. Tehát a legfontosabb, hogy a kérdésre válaszoljak, hogy ezt az óriási vízmennyiséget, amit az előbb említettem, ezt a 17 köbkilométernyi hatalmas vízmennyiséget, ezt ne engedjük átfolyni Magyarországon. Nagyon komoly szakmai munka kell ehhez. Én hosszú hónapok óta, most is egyébként egy ilyen megbeszélésre jövök, a szakemberekkel tárgyalunk, de ez nem az én feladatom lenne, azért ezt hagyd tegyem hozzá. Ez a kormány feladata, amit a kormány nem végez el, ezért szervezünk gazdatüntetést. Most szombaton 14 órakor indulunk, ásunk. Javaslatok és javaslatokat a kormány hivatalhoz Szegedre. Köszönöm, hogy itt volt. Folytatjuk. Nagyon nagy témát nyitottunk meg, is nem van. fejeztük be. Köszönöm, Így hogy van. itt volt. Köszönöm a lehetőséget.